Csináljuk a szokott dolgainkat. Már is kezdjük. Fabregas. Riera. Lag. Fabregas. Torres. Torres már is betalál. Második percben már is vezetünk. Voronin, Shevchenko, Fabregas, viszi-viszi, Torres, Torres mehet, Torres, gólhelyzet és gól! Újabb gól! Úgy tűnik Ukrajna nagyon könnyű ellenfél lesz. Mindig a csoportmérkőzések, de akkor is ilyen jól teljesít Spanyolország. Lehet, hogy címvédés lesz? Ezt még nem tudhatjuk. De ez majd kiderül később. Torres. Torres-től vették el. Shevchenko. Voronin. Casillas. Casillas rúgja ki. Szabálytalanság. Szabadrugás jár nekem. Ramos szabadrugása. Fabregasnál a labda. Riera, Fabregas. Elvették a labdát. Voronin. Voronint elgáncsoltam, ezért előni szabály. Riera. Torres. Torres megkerüli. Torres fut. Torres jól helyzet. Torres, Torres. Sovkovszki véd. Voronin kiugrik. És megállítják a védők. Xavi. Torres, Fabregas. Elvették a labdát. Shevchenkónál a labda. És a védők gáncsolnak. Az ukránoknak szabadrugás. Ebből most az ukránok könnyen gólt szerezhetnek. És Shevchenko betalál. Ezt a szabadrugást illett is neki kihasználnia sajnos. Középkezdés, 20. perc. Iniesta-nál a labda. Albelda. Fabregas. Riera, Riera helyzetben. És Riera gól. Gól. Ez a fiú egy igazi tehetség. Huszonegyedik percben 3-1 az állás. Albelda, ne laggoljál már. Torres. Gólhelyzet és Torres mellé lövi. Sovkovszki kirúgása. Torres. Egyébként kommentbe írjátok meg, hogy kommentbe azt írjátok meg, hogy milyen videókat csinál, még csinálhatok Sims 2-s videókat, csinálhatok Minecraftosakat, de Minecraftot nem nagyon csinálnék, ha nem bánjátok. Akkor csinálhatok még Torino 2006-os torinoi olimpiának a játékából. És
Forma 1-es videókat is tudok csinálni, F1 challenge-eseket. Közben pedig Torres olyan gólt lő, amit még sokan emlegetni fognak. Spanyolország már 4-1-re vezet a 27. percben. Középkezdés. Albelda. Egyébként én, aki kérdezné, elmondom, hogy én billentyűzettel játszom ezt a FIFA-t, és úgysem nehéz annyira. Hallottam olyanokat, hogy kontrollerrel milyen jó játszani, de azért billentyűzettel is elviselhető. Albeldánál a labda. És Albelda gólhelyzete, és Sofkovszki véd. És Csavi szöglete következik. Nem sikerült fejelnem. Voronin. Még mindig Voroninnál a labda. Most már Torres. Fabregas. Kikerüli a védőt. Beadja. De nincs senki középen. Kifejelni tudna. Rebrov. Kalinichenko. Voronin. Voronin helyzetben. De Casillas véd. Kirúgás Casillastól. Torres. És Sergio Ramos. Albelda. Xavi. Torres. Torres viheti. Passzol. Xavi. Eladta Xavi. Voronin. Rebrov. Voronin. És Voronintól elvettük a labdát. Torres. Iniesta. Puyol. Torres. Kalinichenko. Shevchenkónál a labda. Shevchenko viszi. Casillas véd nagyot. Ukrán szöglet következik. Közben a hosszabbítás 3 perc lesz az első fél idő végén. Mellé. Hogy is gondolhatta, hogy ez bemegy? Casillas kirúgása. Casillas véd. Albelda. Torres. Ezért is hívják Casillast a világ egyik legjobb kapusának. Fabregas. Helyzet. És a kapus véd és lepattan. Szöglet. Xavi szöglet. Fölé. De kirúgás következik. Első fél időnek vége, 4-1 az állás. Következzen a második fél idő. Mi kezdünk, mi vagyunk a vendégek, ugye? Torres viszi. Timoshchuk. Husiev. Xavi. Fabregas. Torres. Torres viszi. Beadás. Nincs elől senki. Fabregas. Shevchenko. Voronin. Voronin mellé bimba. Mellé bombázza. Casillas rúgja ki.
Shevchenko. Shevchenko kerül helyzetbe. Mellé lövi. Casillas kirúgása. Most már mindig minket bombáznak, nekünk is kéne támadni. Lehet, hogy bekapcsolom én a támadó taktikát. Igen, ez a megoldás. Kihasználta, hogy elbambult a védő, támadhat is. Albelda. Xavi. Itt vége is ennek az akciónak. Látom, hogy az ukránok cserélnek, akkor cseréljünk mi is. Mondjuk Capdevillát lecserélem. Pablóra. Xabi Alonso is bejön. Albelda helyére. Készen is vagyunk, mehetünk is tovább. Capdevila. Marchena. Puyol. Torres. Fabregas. Torres. Albelda.